Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számít a legjelentősebb almatermővidéknek. A szabolcsi almát a léjüzemek mellett számos más területen dolgozzák fel országszerte. Egy átlagos évben a hűtő, a konzerva, szárítóipar vagy éppen a pálinka ágazat összesen 50-70 ezer tonna gyümölcsöt igényel. A 2020-as szezon után vélhetően ezeknek a szektoroknak is nagy kihívásokkal kell szembenézniük, miután idén az alma termés hozama jelentősen elmaradt az elmúlt évek átlagától. Nagyon nagy volt a júniusi tisztuló hullás. Elsősorban Szabolcs megyében ez a május közepi fagy okozott nagyon jelentős további termésveszteségeket. Mindezek eredője az volt, hogy már júniusban a természetes tisztuló hullás után látszott, hogy nem fogjuk elérni a várt vagy remélt 500 ezer tonna körüli gyenge közepes termés helyett a 400 ezer tonnát sem. Majd ezt aztán még bizonyos káresemények, értve alatt a jelentős részben a júniusi csapadékos, hűvös, borult időjárást, ami tovább fokozta a gyengén kötődő gyümölcsök hullását. Ezen csapadékos, borult júniusi időjárás adta meg a kegyelemdöfést az alma termésnek. Emiatt már a szüret előtt az volt előrevetíthető, hogy csupán 300-350 ezer tonna alma teremhet meg idén. A mennyiség mellett a minőség is elmaradt a szokásostól. A léüzemek jelentése szerint a gyümölcsök nagy része az átlagosnál alacsonyabb szárazanyag és cukortartalommal, valamint nagyobb savtartalommal rendelkezett. Az őszi esőzések miatt ráadásul sok helyen késett a szüret, így egyes fajták termése túlérett, amelyet étkezési almaként már nem lehetett értékesíteni. Jelentős készlethiány ennek ellenére sem alakult ki, a vendéglátó egységek ugyanis a korlátozások miatt jóval kevesebbet rendeltek. A kereskedők és a tészek arról számolnak be az étkezési alma frontján, hogy ahogyan sejtettük, viszonylag gyenge volt az idei termés, most viszont a betárolt készletek a tavainál kedvezőbb képet mutatnak, aminek nem az az oka, hogy a tavainál nagyobb étkezési alma termés lett volna, vagy hogy a vártnál sokkal több alma termett, hanem az, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest sokkal gyengébb a kereslet, sokkal gyengébb a fogyás. 30-50%-kal kevesebb étkezési alma fogy a kereskedők beszámolói szerint, mint egy átlagos évben, aminek részben, és azt gondolom inkább kisebb részben az az oka, hogy viszonylag magas az alma fogyasztói ára. Az elmúlt egy év ugyanis jelentős, több mint 40%-os drágulást eredményezett. Egy közepes termőévben 300 és 400 forint között alakul a fogyasztói ár, ezekben a hónapokban azonban a legtöbb helyen csak 500 forint felett lehet hozzájutni 1 kg almához. A fajták viszonylatában egyébként mostanában a Golden és a Gála található meg leggyakrabban a boltok polcain. Jóval nehezebb hozzájutni viszont a szintén népszerű Jonagoldhoz és Idaredhez. Ezek a fajták kevésbé tudtak alkalmazkodni a szélsőséges időjáráshoz.